Sok szeretettel köszöntünk benneteket. Ez alkalommal is hoztunk egy igét, amit szeretnénk megosztani veletek. Ez a Zakariás éneke. Ez megtalálható a Lukács evangéliuma első részében, és most a 67. verstől kezdjük el, és a soron lévő versekkel kapcsolatban megosztjuk veletek a gondolatainkat. Tehát először olvasok a Lukács evangéliuma első része 67. versétől kezdve ezeket az igéket, amik tehát a Zakariás pap éneke, öröméneke. Apja, már mint Jánosnak az apja, Zakariás, megtelt szent élekkel, és így profétált. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki, erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának Dávid házából, ahogyan kijelentette a szent prófétai által örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküvésről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban, ő előtte életünk minden napján. Te pedig, kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útját, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneinek bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Hát engem ez teljesen meglep, hogy Zakariás pap, hát a papok nem szoktak profétálni, a papok inkább a szentírással, az imádkozással foglalkoznak, de ez különös, hogy a Zakariás kapott áldást arra, hogy profétáljon. Nem volt ő proféta, ő pap volt, de az Úr bárkit megragadhatott, és rajta keresztül adhatott üzenetet. Ugye a Zakariás hála éneke, ami teljesen más irányultságú, mint amit az Ószövetség papi vezetőjétől megszoktunk. Szinte ez a rövid kis ének három részre osztható. Az egyik, hogy Isten hatalmas irgalmasságát látja, ahogy Isten kegyelme meglátogatta a népét, és olyan világosan, és olyan nagyon csodálatosan, hogy üdvösséget hozott, hiszen a mesiás várással ő teljesen világosan látott. Ha az ember beteljesedik szent lélekkel, akkor lélek szerint lát,
lélek szerintiek az érzései, a gondolkodásában egy hatalmas változás van, mégpedig lélek szerint gondolkodik, és azt is szólja. Ha ezt a hálaadó éneket úgy elmélyülünk benne, akkor nagyon csodálatosan láthatjuk benne Isten különös szeretetét, de azt, hogy Zakariást mennyire át tudta formálni a Szentlélek. Föltetjük magunknak a kérdést, hogy mi testi módon látjuk ezt a világot, a világba történt dolgokat. Testi módon érzékeljük azokat, amiket Isten cselekedett, vagy pedig a Szentlélek meg tudja változtatni a gondolkodásunkat Istenről, az ő kegyelméről, szeretetéről, hatalmáról, mindenek felett való voltáról. És itt, ahogy olvasok, olyan gyönyörű ez, hogy beragyogta a fény, a nap, annál világosabb és annál csodálatosabb maga az Úr. Itt túl árad Isten szeretete, és az Isten hatalmas irgalmasságába való gyönyörködése Zakariásnak, és úgy gondolom, hogy nagyon kell kérnünk az Urat, hogy töltsön be bennünket az ő lelkével, újra töltsön be, hogy lélek szerint lássunk, hiszen a proféták és az egyéb buzgó hívő emberek közt az volt a különbség, hogy a proféta lélek szerint tudott látni, Isten lelke által tudta Isten akaratát, lényét közölni az emberekkel. Ezt tette Zakariás is, és ugye ez, hogy nem magával foglalkozik, hogy jaj, öreg vagyok, már én fáj a hátam, ezt se tudom már elvégezni, azt se. A legfontosabb, hogy az Urat magasztalja és áldja, ahogyan Jézus is tanított bennünket imádkozni, ami azért az imádságnak a lényege. Mi atyánk, aki a mennyekbe van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Egyáltalán nem arra tanított Jézus, hogy úgy kezdjük az imádságot, hogy kicsi a kenyerünk, Uram, és add meg. Van annak is helye az imádságba, de azok az emberek, akik be vannak telve Isten lelkével, azok Isten csodálatos, hatalmas nagyságát látják, és nem csupán a szükséget. A lényeget látja, mint az Úr lelkével betöltött ember, amit az Úr cselekszik. Mi is ennek a lényege? Hát, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy megváltotta az ő népét. Ugye az üdvösség határán lévő papról van szó, és a prófétáról, aki megfogalmazza azt, hogy üdvösséget hozott, ugye a 69. versben olvastuk, hogy felemelt az üdvösségnek szarvát nékünk, az ő gyermekének, és hogy amit az Úr megígért, hogy azt az Úr megadja és megadta, és annak most már ők a részesei, nem csak szemtanúi, hanem élhetnek a kegyelemmel, élhetnek avval, hogy az Úr meglátogatta az ő népét. Testvérem, de már megtapasztaltad azt, hogy az Úr téged személyesen meglátogatott. Én gyermekkoromtól fogva nagyon sokszor átéltem, hogy az Úr meglátogatott, hogy az Úr velem volt, hogy az Úr igazgatta a lépéseimet, hogy az ő megváltó kegyelme nem csak megszólított, nem csak egy ígéretem volt a megváltásról, hanem át is éltem. Hogy ő megbocsájtotta a bűneimet, hogy megszabadította a félelemtől, és hogy üdvösséget adott. Ágét említette ezt a szót, hogy szövetség. Az Ószövetségben egyetlen egy helyen fordul el ez, hogy
új szövetség a Jeremiás könyve 31. részében, és hogy tulajdonképpen ez az új szövetség, ez Jézus Krisztusban lett valósággá, amikor hát ő, mint megváltó, megváltotta a világot, benne minket is, és hogy ez a kegyelem, ha miénk is lehet, ez az új szövetség mivel kezdődött? Bűnbocsánattal. Tehát az utolsó vacsorán is azt mondta az Úr, hogy az ő vére kiontatik sokak bűneért, a bűnök bocsánatára, a bűneinkért. Tehát az, a szövetség megújítás, ami lényegesen nagyon fontos, az a Jézus Krisztussal való kapcsolat, közösség megújítását jelenti, a bűnbocsánat, a bűnök megbánása, az újrakezdésnek a lehetősége. Tehát enélkül nincs új szövetség. És hogyan számoljunk mi akkor az erősebb szövetséges félre az Úrra, hogyha mi a szövetségben foglaltakat nem veszük figyelembe, túltesszük magunkat rajta, és éljük a magunk életét. Nagy áldás a szövetség, mert ennek a lényege az, hogy én minden napon ti veletek vagyok a világ végezetéig, és amikor itt több helyen Zakariás profétálásában, imádságában szerepel az ellenség. Nyilván elsősorban a fizikai ellenség, de tudjuk nagyon jól, hogy van egy hatalom, a sátáni ellenség, maga a sátán az ellenség, és hogy az Úr ezzel a túlerővel szemben, amivel Zakariás pap is találkozott, meg mi is találkozunk, csak az a megoldás, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, az Úr jelen van, mint szövetséges, erősebb fél, mi pedig a gyengék, ragaszkodunk hozzá, és hát így tudjuk megélni a szövetséget. És még itt a 75. versben olvasunk egy nagyon lényeges dolgot, ami nagyon fontos volt itt, hogy Zakariás ezt erről beszéljen. Szentségben és igazságban ő előtte a mi életünk mindennapján. Tehát a szolgálatnak, ha az Úrat szolgáljuk félelem nélkül, akkor ott kell lenni az életünkben az Úr szentségének. A szentségtelen üres beszédeket nem áldja meg az Úr. Annak nincsen gyümölcse. Szentségben és igazságban ő előtte, minden nap, amíg élünk. Tulajdonképpen minden nappal el fogunk számolni Isten színe előtt, hogy vajon az életünk napjaival mit kezdtünk. Isten dicsőségére, az emberek javára, hasznára éltünk, vagy pedig úgy teltek a napok egyik a másik után, szentségtelenül, üresen. És még ez, hogy és igazságban, a Krisztus igazságában, a megváltás, a megváltó igazságában. Az emberek nagyon harcolnak a maguk igazáért. Sokszor látom, hogy a hívő torzsalkodás is mennyire jelen van, és akkor Isten szentsége nincs ott. Az igazság Jézus Krisztus. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten igazsága, hogy az Úr bűnt és ünneplést együtt el nem szenvedhet. Isten igazsága az, hogy az ő kegyelme
és az ő vére megtisztít bennünket. De nem tehetjük meg azt, hogy nem az ő igazságába járunk. Fél igazságokat hangsúlyozunk. Azért, mert félünk, mert nem vállaljuk fel az ő szentségét, hogy az Úr azt mondja, hogy nem. Keresztelő János jutott eszembe, hogy ha Keresztelő János hallgatott volna, és nem mondta volna az igazságot, hogy te nem szabad neked vele élni, akkor senki se vette volna a fejét. De ő Isten igazságát és szentségét hangsúlyozta, és vállalta érte mindazt, ami annak a következménye volt. A világ a Krisztus igazságát nehezen fogadja be, ha egyáltalán van, aki befogadja. És a Krisztus szentsége is ellenkező a világ lelkületével. Tehát itt Zakariás olyan nagyon világosan áldja az Urat, és tudja azt, hogy szolgálni az Úrnak csak szentségben és igazságban lehet. És utána a harmadik rész, ami itt ebben a szakaszban látszik, a kisgyermekről szól, akit az Úr adott, ugye János, Keresztelő Jánosról van itt szó, a magasságos Isten prófétájának hivatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsd. Jánosnak megvolt a küldetése. Ehhez Isten az ő szent lelkével betöltötte. A feladata az volt, hogy az Úr előtt járjon. És ezt csodálatos módon láthatjuk is az Isten igéjéből, hogy Keresztelő János Jézus előtt hívta az embereket a megtérésre, a bűnbánatra, az új életre. És úgy gondolom, hogy ez a mi feladatunk is, hogy az Úr előtt járjunk, megkészítve az útat az emberek szívéhez, hogy Jézus bevonulhasson a szívekbe. Hogyan tudom megkészíteni? Hát úgy, hogy az evangéliumot, az örömüzenetet hirdetem, megélem és továbbadom. Nagyon csodálatos az, hogy az Úr előtt járni. Nem mindenkinek a beszéd a feladata, de ha az ember életében ott van az Úr szentsége és igazsága, akkor az emberek megkérdezik, honnan van neked mindenre erőd? Ki adja ezt neked? És akkor elmondhatjuk, hogy a mi megváltó Jézus Krisztusunk az ő lelke által. Ez az útkészítés, ez egy nagyon csodálatos feladat, és ez a ma emberének is a feladata, bár mi nem vagyunk Keresztelő Jánosok, és nem is érdemeljük ezt a nagy szolgálatot, de minden ember elkészítheti Jézus útját a szívekhez. Ami feladata volt még Jánosnak, itt a 77. versben olvassuk, az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, és a bűnök bocsánatjában. Igen, beszélnünk kell arról, hogy a halál után van élet, és hogy nem mindegy, hogy az ember a kárhozatra vagy az üdvösségre jut. Erre az ismeretre meg kell tanítani az embereket, és ha Isten népe hallgat, akkor az Úr majd a kövekből támaszt fiakat, ahogyan adta Jánost is, hogy Izrael népét tanítsa arra, hogy szükségük van a bűnök bocsánatára. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a választott nép az, annak nincs erre szüksége, de minden embernek szüksége van. És a legnagyobb világosság az, amiről itt Zakariás a 78. versben beszél. Az Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogat minket, naptámadat a magasságból, a Károlyi fordítás szerint olvastam.
aki Isten irgalmasságában él, aki nem utasítja el az ő irgalmasságát, hogy az olyan fényben és világosságban élhet, ami csak azoké, akik Krisztus közösségében élnek. Nem a vallásos emberi, hanem azé, akinek személyes megváltója van, akinek közössége van az élő feltámadott Jézus Krisztussal, ez pedig a Szentlélek közössége által lehetséges. Igen, ami itt Jézus Krisztusra utal már itt, hogy a világosságot hozza. Tehát János annak az útját készítette, akiről a János evangélista is ír, hogy ő a világosság, a világ világossága, és hogy az övéi közé jött, és hogy világosságot hozott. És mire való ez a világosság? Ez a világosság arra való, hogy megismerjük önmagunkat, megismerjük azt, amit az Úr készített, és hogy kinyissuk a szívünket az Úr megváltása előtt, és hogy az életünk áldott lesz, és hogy sok gyümölcsöt fog teremni.